Üdvözöljük a kedves nézőinket, következő adásunk az egyik kedvenc nevű, ha a világ talán nem a legjobb nevű ételéről fog szólni, ez pedig a... Mocskos tészta. Mocskos tészta, igen. Rock and roll. Bemutatom, szintén egy nagyon kedves főzőiskolás barátunk, Renátát, aki ma ebben nekünk segíteni fog. Mi is ez a mocskos tészta, Reni? Só, édes... Sós, édes. És savanyú. Savanyú. Igen, a sós, az édes, a savanyú. És még itt már van kínai előttünk. Kaja. És még kínai kaja, igen. Van benne egy kicsi füst, mert használni fogunk hozzá. Nagyon jó füstölt szalonát, amit itt a piacon vásároltunk az újfehértói néniktől. Zseniálisan készítik. Nagyon egyszerű ételről beszélünk. Nem kell hozzá más, mint az első lépés az, hogy összevágjuk a szalonnát, amit itt már el is kezdtünk, fölhevítünk egy serpenyőt, teszünk a serpenyőbe egy kicsi zsírt, egy kicsi sertészsírt, közben pedig Renáta föltett egy nagy fazék vizet főni, amiben ezt a nagyon szép friss tésztánkat el fogjuk készíteni. Ebbe a vízbe, mint minden más tésztafőző vízbe, csak és kizárólag sót teszünk. Fölhevült a zsiradékunk, összevágtuk a szalonnát, és már le is pirítjuk. Szintén nyíregyházi piacnak a gyöngyszeme, a nagyon jó szilvalekvár. Ja, az a jó szilvalekvárnak a titka, hogy nagyon sokáig főzik, és még véletlenül sem adnak hozzá semmilyen édesítő szert. Hát maga a szilvalekvár önmagában a természetes fruktózt, a gyümölcscukrot tartalmaz, ezen kívül semmi más nem. És ahogy Reni is mondta itt a picike röpke bevezetőnkben, ez egy sós, savanyú és egy picit édes történet lesz majd, de az édességét az fogja adni, hogy a tradicionális étel mellé fogunk készíteni egy vörösboros, szilvalekváros, kakukkfűves szilvakrémet, ami majd az édességét megadja, illetve egy pici porcukrot majd szórunk ennek a cuccnak a tetejére. Felfőtt a fővővízünk, és lehet belerakni a tésztát. Megkavarjuk. Felfő. Körülbelül 3-4 perc kell a friss tésztáknak. Amíg pirul a szalonánk, fő a tésztánk. Iszunk egy pohár bort. Addig így. In memoriam, nem mondjuk. Készítsük el ezt a kakukkfűves, vörösboros szilva krémet, amihez először is használunk vörösbort. Kicsit fölhevítjük. Közben tépek kakukkfűlevelet. Nem fontos, hogy a borunk az teljesen főjön. Belekerült a szilvalekvár. Közben megnézem ezt a tésztát. Mindjárt ez is készen van. Szépen kezd összeállni ez a boros-lekváros történetünk, úgyhogy beleszórjuk a kakukkfűvet. És ha megérkezett a kakukkfű, akkor teszünk hozzá körülbelül 3 vagy 4 csipetnyi barna cukrot. Elkészült a mártásunk, közben leszűrtük a tésztát, ezt szerintem el is zárhatjuk. Ha megmutatjuk itt a nézőknek, hogy milyen állagúnak kell lennie, hogy szép, bevonó, és azt hagyjuk egy picit hűlni. Közben ugye elkészült a tésztánk, elkészült a szalonánk, ő is lepirult, őt is leszűrjük. A serpenyőt, amiben a szalonna sült, készült, azt abba a szalonának a zsírját visszaöntjük. Úgy. És beletesszük a már elkészült tésztánkat, és összeforgatjuk. Pirítunk a
tésztán, illetve összefordatjuk a szalonának a zsírjával. Átmozgatjuk, hagy vegye át ezt a nagyon finom, sós, füstölt szalonának az ízét, és utána nem sajnáljuk a szilvalekvárt. Most lesz majd mocskos a tésztánk. Mocskolhatom? Mocskolhatom. Ez egy igazi, tradicionális, szatmári recept. Én azt gondolom, teszek be. Bátran, Reni. Ezt nem lehet elrontani, ezt nem lehet elrontani szilvalekvárral. Annyi szilvalekvárt tesznek bele, amennyit nem sajnálnak. Ez a lényege. A sok szilvalekvár, sok szalonna, sok zsír. Ideális fogyókúrás. Abszolút, éte. Abszolút. Gyönyörűen mocskos lett a tésztánk. Fogunk egy ilyen sütőformát, tetszőleges lehet a sütőforma, hozzámérjük. Megkérjük Renátát, hogy segítsen nekünk ezt kibélelni. Gyakorlatilag csak félig fogjuk rakni a tésztával, utána jön rá egy réteg szalonna, és utána a maradék tészta. És akkor jöhet a szalonna. Az eredeti recept szerint a szalonát azt ezzel úgy, ahogy van, összekeverték. Mi gyakorlatilag egy réteget képzünk a szalonával a két tészta közé. Hogyha ez majd megsül és kihűtjük, akkor utána nagyon szépen tudjuk majd szeletelni. Elegyengetjük a tésztát, becsomagoljuk, és betesszük a sütőbe körülbelül 15 percre, igen, 220 fok. 220, mehet legyen 220 fok. Bezártuk az üzemet. És alsó-felső sütés. Jó? És arra figyeljünk oda, hogy a sütőben a sütőrácsunk lent legyen, mert hajlamos arra a sütőpapírunk, hogy kigyulladjon. Jó? Amikor gyakorlatilag elértük a 200, ezt a 15 perces időtartamot, akkor kivesszük a sütőből, levágjuk róla a sütőpapírt, légkeverést kapcsolunk, 220 fok és még 10 percig bent tartjuk. Ez az! Rettentően egyszerű, annál nagyszerűbb desszert, akár főételként is föl lehet fogni. Nagyon gyorsan elkészül, nagyon laktató, és rettentően finom, és ami ennek a műsornak a fundamentum, a lényege, a létjogosultságát, ami ez adja, ez echte szatmári. Jó étvágyat kívánunk hozzá! Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.